Politikai motiváció van a mögött, hogy Karácsony Gergék meg akarják forni a Budapest bérletet, erről beszélt az m a 21. század intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint, ha ez a bérlet most megszűnik, akkor az rengeteg embernek okoz nagyon komoly károkat, Karácsony Gergely pedig ismét áldozati pózban akar tetszelegni, tette hozzá. A BKK vezérigazgatója közben azt vizsgálná ki, hogy hogyan került nyilvánosságra a belső levelezésük. Először is van akkor ilyen levél, az államtól? Nem. Nincs. Karácsony Gergely az ATV szerdai műsorában tagadta, hogy kaptak volna ajánlatot az építési és közlekedési minisztériumtól a Budapest bérlet meghosszabbítására. Egy olyan ajánlat uh, volt. Nem sokkal később viszont a főpolgármester már konkrét megállapodásról és összegről beszélt. Korány azt mondta, hogy kössük meg újra ezt az agglomerációs megállapodást, ami arról szól, hogy mi mennyit fizetünk, egy megemelt összeggel. Az ajánlatot azonban az index szerdai cikke alapján nem fogadta el a főváros. A lap szerint Karácsony Gergely és Draskovics Tibor fúrta meg a Budapest bérletet. Egy belső BKK levelezésre hivatkoztak, amely szerint a főváros december végén kapott egy utolsó ajánlatot a kormánytól. A nyilvánosságra került üzenetváltásból kiderül, a 2020 óta változatlan 7,4 milliárd forint helyett 8,6 milliárdot kellett volna fizetniük azért, hogy az állam által működtetett MÁV, Volánbusz és Hév járatokat Budapest bérlettel is lehessen használni. A három évvel ezelőtt megállapított árhoz képest a 16%-os emelés azonban nem felelt meg a főváros vezetésének. Közben Walter Katalina, a BKK vezérigazgatója, csütörtökön az ATV-ben arról beszélt, ki fogják vizsgálni, hogyan kerülhetett nyilvánosságra a cég igazgatósági tagjainak írt levele. Szakértők szerint a budapesti közösségi közlekedés problémája nem szakmai, hanem politikai kérdés a főváros vezetésének. Itt arról van szó, hogy a főpolgármester illetve a fővárosi önkormányzat, illetve a BKK pénzt kap. Az államtól azért, hogy bizonyos szolgáltatásokat így megsegítsen az állam. Ugyanakkor pénzt is kell, hogy adjon, hiszen az, ez az említett Budapest bérlet. Ennek az a lényege, hogy volán máv-járatokat is használnak használhatnak a Budapest a budapesti lakosok. Tehát ez egy nagyon szakmainak és nagyon közlekedés szervezési teendőnek tűnő vita kéne, hogy legyen, csak megint belecsúszott abba a politikai térbe, ami szerintem a budapestieknek bizonyosan nem jó. Közeledik a választás, ismét áldozati pózban akar tetszelegni. Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője pedig az M1-en arról beszélt, a kiszivárgott levelezésből kiderül, hogy a kormány nem érdekelt abban, hogy a Budapest bérlet, de a karácsonyféle városvezetés a választások közelettével ebből is politikai ügyet csinálna több százezer fővárosi kárára. Raskó és Tibor, aki egy fontos bizalmasa, karácsony gergelyek kéz a kézben ezt meg akarja fúrni, vihetően mögött is politikai motiváció van, hiszen látják azt, hogy ha itt most ez megszűnik, akkor az rengeteg embernek, több százezer embernek okoz nagyon komoly károkat, és azt remélik, hogy ilyenkor a kormányra fognak majd mutogatni. Most azt bizonygatja a BKK, hogy mind mindent megtesznek a Budapest bérletért. Erről írt pénteken a Magyar Nemzet azután, hogy Walter Katalin vezérigazgató interjút adott a népszavának. Arra a kérdésre pedig, hogy tárgyalnak-e a minisztériummal, a lapnak úgy fogalmazott, jövő héten lesz egy operatív tarifa megbeszélés, de ez a városvezetés szintje.